Még a mentő sem tudott tovább haladni, hétfő reggel a taxisok be nem jelentett demonstrációja miatt Budapesten, a Bajcsi-Zsilinszky út, József Attila út, Andrássy út kereszteződésében. A felsorakozott gépkocsik egy-egy forgalmi sávot szabadon hagyva akadályozzák a forgalmat. Az érintett csomópontban a tömegközlekedést és a gépjármű forgalmat a rendőrség egy-egy forgalmi sávon biztosítja. A 100-120 taxi az Uber szolgáltatás ellen demonstrál. Ennek a mai taxi demonstrációnak egyetlen egy oka van, az Uber-féle applikáció. Lassan 3-4 ezer családot nem tudunk eltartani, mert egyszerűen olyan szinten, a januárt azt egyébként is megéreznénk, de a január az erről szól. Most érezzük meg a legjobban, hogy szinte a fuvarok 70-80%-át viszik el. Folyamatos tárgyalásban voltunk kormány részéről, főváros részéről, soha semmilyen eredményre nem jutottunk. Ez az utolsó olyan eszközünk, amivel még tehetünk valamit. Mit szól ehhez a sztrájkhoz? Most tapasztaltam, éjszakai műszakból jövök haza, és döbbentett tapasztaltam. Nem is tudom, hogy miért csinálják egyébként. Van valami lényege? Az Uber taxi miatt. Ja, az Uber miatt. Aha. Hát én egyetértek velük, megmondom őszintén. Hát komoly. Na, megyünk másvá. Nem tőlünk függ, hogy meddig tart a demonstráció, mi most már azt szeretnénk, hogy azonnali hatállyal lekapcsolják ezt az applikációt, ugyanúgy, ahogy a játékgépeknél le tudták kapcsolni az online alkalmazást itt is, amíg ez nem szűnik meg. Jelenleg a fővárostól, főváros vezetésétől szeretnénk, az ígéretekből már elég volt, ezt az applikációt azonnali hatállyal meg kell szüntetni, amennyiben nem addig maradunk kint az utcán. Akár napokig is? Akár napokig is.